Köszöntöm Önöket, ez itt a Weekend, december 18-a, péntek van, és első vendégem már itt ül a stúdióban, Kujbusné dr. Meccsei Éva, a Magyar Nemzeti Levéltár, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárának igazgatója. Szervusz, igazgatóasszony! Szép estét mindenkinek! Olyan hosszú nevetek lett, azt hiszem idén vagy már tavaly, hogy ez valami hihetetlen. 2012-től. Ó, már olyan régen? Igen, de megvan ennek a rövidítése is, úgyhogy úgy is használjuk, hogy MNL, SSBML. Ó, hát sokkal egyszerűbb akkor, most már így fogom mondani. Egyrészt köszönöm szépen már előre, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és gratulálunk, hiszen már, ha jól emlékszem, pár héttel ezelőtt a 35 perc című műsorba Kanalas Otilia kolléganőmmel beszélgetetek arról, hogy az év levéltára az igenis a megyei levéltár lett. Egyáltalán milyen kitüntetés ez, és mivel jár ez a díj? Ez a Magyar Levéltárosok Egyesületének a vándordíja, amit minden évben más levéltár kap meg, az elmúlt két évű munkája alapján. Mi november 23-án, amikor átvettük ezt a díjat, akkor azt mondta a bírálóbizottság elnöke, aki kihirdette az eredményt, hogy az elmúlt két év eredménye alapján kapjuk, és az elmúlt 20 év eredménye alapján, hiszen 1990-től már Nagy Ferenc igazgató úr kinyitotta a levéltár kapuit, és próbálunk nyitott levéltárak lenni, szolgáltató levéltárak lenni, és olyan levéltár lenni, ami az érdeklődésre számot adhat. Ha jól tudom, akkor a díjátadónál azt is megemlítették, hogy a különleges helyzetét ki is használja a levéltár. Gondolok itt arra, hogy határmenti megyei levéltárként nem feltétlen csak az adott településekre, megyebeli településekre fókuszál, hanem kacsingat határokon túlra is. Mik ezek a kapcsolatok, és melyek azok, amik már évek óta erősnek mondhatóak? Így van, így hangsúlyozták ki, hogy predesztináltattunk arra, hogy határmenti kapcsolataink legyenek, hiszen a mi megyéink azok részben határon inneniek, részben határon túliak, mint ahogy az iratok is nagyon kis részben vannak nálunk, és nagyobb részben Ukrajnában, például Beregszászban és Ungváron, vagy Romániában, Szatmárnémetiben és Kolozsváron, vagy ha valaki Nyíregyháza történetét akarja kutatni, akkor feltétlenül el kell menni a szlovákiai levéltárakba, tehát vannak lehetőségeink. Nem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű, annál inkább nem, mert minden levéltár, minden ország, minden levéltára másképpen rendezi és őrzi az iratait, másképpen kell kutatni, másképpen lehet azokhoz hozzáférni, úgyhogy mi ezt az utat próbáljuk kitaposni a kutatóinknak, és információt adni arról, hogy kihez fordulhatnak, miképpen készüljenek egy kutatásra, és hát mi is segíteni azzal, hogy a kint lévő anyagokat feltárjuk, és tudunk róla adatokat szolgáltatni, vagy bármit mondani, mert van, amikor csak bármi is elég ahhoz, hogy bátorítsuk a kutatót, hogy elinduljon mondjuk Ukrajnába. Nem akarok kellemetlen kérdést feltenni, viszont nagyon érdekel engem és a nézőket is, biztos vagyok benne, hogy ez most csak egy szakmai válveregetés, vagy azért jár mondjuk anyagi támogatás is, ami valljuk meg őszintén egy-egy intézmény életében nagyon fontos. Hát a közgyűjtemények úgy gondolom hozzászoktak ahhoz, hogy a szakmai elismerés, a meleg készfogás az tulajdonképpen a munka elismerése, amivel járt és ott is kihirdették a 350 ezer forint, az PR-ra fordítható, úgyhogy készült nekünk is egy kis filmünk, ami látható már a honlapunkon, szórólapokat készítettünk, illetve olyan kis ismertető apróságokat, amivel reméljük, hogy egy picit közelebb kerülhet a levéltár ahhoz, aki betér majd hozzánk. Kik térhetnek be?
be, és milyen időközönként a levéltárba, bár tudom, hogy most a karácsonyi időszakban, ugye most 18-a van, kicsit szünetelt talán a kutatási lehetőség, de hát itt van az év vége, az év eleje, kik látogathatják a levéltárat, hiszen mindig mondjuk, hogy nyitott levéltár és szolgáltató levéltárról van szó. Igen, hát még 18-án 4 óráig éppen, hogy betérhetett, aki akart, aztán majd csak január 4-től várjuk az ügyfeleket, az 5-től pedig a kutatókat, de mindenki betérhet. Betérhet az, aki érdeklődik a mi közművelődési rendezvényeink iránt, és meg akarja mondjuk hallgatni Onder Csabával majd január 18-án az előadást, vagy betérhet az, aki úgy gondolja, hogy a februári programunkon, ahol a Málenki robottól szeretnénk beszélgetni, ő is érintett. Most a hadigondozás során láttuk, hogy nagyon sokan élnek, még hála Istennek azok közül, akik hadijárvaként megélték ezt a szörnyű eseményt. Szeretnénk, ha eljönnének hozzánk és beszélgetnének. Vannak nyugdíjasaink, vannak diákjaink, akik érdeklődnek az ilyen program iránt, és úgy gondolom, hogy nem lenne az haszontalan, ha elmondanák, hogy hogyan érték ők meg az 1944-es és az azt követő éveket. Várjuk azokat is, akik mondjuk iratot akarnak számunkra felajánlani, ilyen is sok van. Az milyen iratokat lehet bevinni? Bocsánat, hogy így a szabadba vágok, igazgatóasszony, csak azon gondolkodom, hogy egy egyszerű régi fotót, vagy egy régi örökösödési levelet is, vagy miket lehet bevinni? Igen, tulajdonképpen mindent be lehet hozni, és mi ha megnézzük, akkor megmondjuk, hogy van-e történeti értéke, vagy csak családi emlék. De nagyon szívesen bedigitalizáljuk, mert a valós iratok mellett egy digitális levéltárat is nyitottunk, ugye nekünk is haladni kell a korral, nem zárkózhatunk be, és ebbe a digitális levéltárba bekerülhetnek mindazok a fotók, azok a birtoklevelek, vagy bármilyen más családi emlékek, amelyektől úgy gondolják, hogy akár mondjuk egy kis közösség számára információval szolgálhatnak. A legtöbben én úgy gondolom, hogy mindig ilyen családfa kutatás miatt indulnak a levéltárba. Remélem amúgy, hogy szélesedik majd az érdeklődő köre, és én úgy gondolom, hogy december 18-a van, egy hét múlva karácsony, maradj még itt velünk, igazgatóasszony, önöknek pedig ajánlunk egy nem mindennapi zenekart, és majdan egy nem mindennapi dalt is, hiszen tényleg közeledik a karácsony, és szerintem már jó lenne kicsit hangolódni erre, mert hogy a vendégünk a stúdió másik szegletében, a Nelson zenekar 2/5, jól mondom? Igen. De van kapcsolva a mikrofonod, tudod? Igen, Matekban még ő az erősebb, ő még sulim olyan. Én meg akkor is gyengé voltam. Én meg nem akartalak megsérteni, hiszen egy énekesről van szó, de muszáj volt megkérdezni, be van kapcsolva biztos a mikrofon? Arra mert hogy a Nelson zenekar tényleg 2/5, de Szirota, Ciki János és Bráder Benedek. Igen. Sziasztok! Szia! Aki mindig mosolyog. Igen. Nem kezdem azzal, hogy mikor alakult a zenekar, és miért pont a Nelson nevet választottátok, mert erről már sokszor szóltunk, és amúgy aki érdeklődik, interneten bármit megtalálhat szerintem. Beszéljünk az idei évről, hiszen lassan búcsúztatjuk 2015-öt, meg hát a tervekről, hogy 2016 az mennyire lesz dömpinges év, berobbanós év a zenekarnak. A 2016... Azért kezdtem, mert van egy ilyen elmondhatunk minden évben a következő évre vonatkozóan. Jelen esetben az, hogy 2016 a Nelson éve lesz ez zenekoron belül. De ezt minden évben nem mondjátok? Igen, zenekoron belül viccesen el szoktuk mondani, meg szoktuk érezni. Hát nekünk igazából minden év a mi évünk. Egy fantasztikus nyár és egy nagyon nagy turné áll mögöttünk. Merre voltatok, hogyha ennyire fantasztikus volt? Mik voltak a húzó koncertek, fesztiválok, amikre úgy szívesen emlékeztek vissza? Az igazság az, hogy ezt megelőző években elsősorban itt Kelet-Magyarországon turnéztunk. Most viszont idén sikerült eljutni nagyon sok magyarországi nagyvárosba. A teljesség igénye nélkül Gödöllő, Valkó, Oroszlány, Üllő is összeg, és sorolhatnám. Tehát egészen Dunántúlig is el sikerült jutni Dél-Magyarországra, mindenhová. Azon kívül Felvidéken nagyon sokat játszottunk, és Erdélyben is. Ami néhány év óta már hagyomány, tehát minden évben ugyanazokra a helyekre visszamegyünk, sőt, mivel nyilván szeretnek ott minket egyre több
meghívás van a környékbeli településekről, és ez nagyon jó. És egyre több a rajongó, egyre több igen, a fiatal igen. rajongó, azt te hogyan Facebookon látod? Látjuk, hogy... Neki van mikrofonja, neki nem hát adhatod. Az Facebookon látszik a visszajelzésekből, üzenetekből, hogy, hogy egyre több az, aki eljön akár egy szlovákiai faluba. És hogyan látod amúgy, mennyire változik a zenekarnak a közönsége, hogy van egy erős mag, aki esetleg kísérget is titeket? Van egy erős mag, ami most nő. Tehát egy két-három év egyfolytában nő. Sőt, olyan szinten, hogy az idén előfordult már olyan is, hogy teszem azt, Oroszlányban játszottunk, és budapesti házaspár eljött hozzánk, hogy megnézze minket. Vagy egy másik helyszínen, nem tudom most a helyszíneket szerencsére felsorolni. Játszottunk, ahová szintén 70 kilométerre jött egy egész család, és jelezték nekünk még a koncert előtt, hogy ők eljöttek direkt miattunk. És ez egyre többször van, azon kívül a mi régiónkban itthon, ahol mi regionális celebek vagyunk, mi ezt így szoktuk mondani. Ez egy új fogalom, amit megtanulhattunk most. Igen, tőlünk jönnek új fogalmak, de azt majd később. Tehát itt a környékünkön pedig nagyon-nagyon jellemző az, hogy ugyanazokat az arcokat meglátjuk. Viszont csürget minket estéről. Az idő, és szeretnék a tervekről is beszélgetni, hiszen mondod, hogy a 2016-os esztendő az a Nelson zenekarnak az éve lesz. Tényleg az lesz, mert hogy jubiláltok valahol. Mesélj erről, Ciki. Hát igazából pontosan 15 éves lesz a zenekar 2016-ban. De 16-ban. Ugye Benedek nem ennyi évesben. Nem, Benedek 14. Jó, oké. Tehát 2016-ban pontosan. 15 éves lesz a zenekar, és egyrészt, másrészt pedig a zenekar két tagja, Benedek papája és jó magam. Mi vagyunk a legfiatalabbak a zenekarban, fejenként 50 évesek leszünk, és csinálunk egy nagyon nagy koncertet, aminek, illetve hát hozzánk képest, magunkhoz képest nagy koncertet, aminek valami hasonló címet adunk, valami olyasmit, hogy Bráder és Ciki 50-50, vagy 100 év zene, vagy valami hasonló. Nincs még kitalálva ez. A lényeg az, hogy lesz egy óriási buli, ahol a zenekar. Azon... Na most arra kérlek, bocsánat, hogy ne nézz a zenekar tagtársadra, mennyire szörnyű főnök Ciki, mint zenekarvezető. Ad teret a fiatalságnak, ad teret az ötleteknek, az, hogy most hoztam egy riff ötletet, egy dallamsor, egy bármi, vagy azt mondja, hogy ti most még kicsik vagytok. El tudjuk nyomni, úgy mondjuk. Jó. Az igazság, hogy a legnagyobb gyerek én vagyok a zenekarban méretre is, meg agyam méretét tekintve is. De akkor az a fiatalságnak is teret. Abszolút, hát én irányított ember vagyok a zenekarban. Tehát, de szükség is van erre, tehát én egész értelmet úgy értem, hogy valaki kellett, hogy fogja a kezem. Akkor a tervek azok megvannak? Nem, nincsenek. Illetve a tervek megvannak. Elfelejtettem beszélni az előbb arról, hogy erre az évre mi megígértük a közönségnek, hogy karácsonykor megjelenik egy albumunk, biztos 12 címmel, ami biztos ebből a 12-ből az, hogy már karácsonyra nem fog megjelenni. Sajnos rajtunk kívül álló okokból. Nem szeretném itt sorolni, hogy mik azok a dolgok, amik miatt. De a legfőbb okát azt hiszem mindenki gondolja, sejti, a pénz. De reméljük, hogy 2016-ban bőségesen lesz a pénzből is, albumokból is. Én nem mondó vagyok, hogy mutassuk meg azt, hogy mennyire szépen tudunk kivonulni ebből a stúdió részletből, legalábbis ketten, és Cikén arra kérlek, hogy énekelj nekünk, illetve a nézőknek, hiszen karácsonyi dal a Nelson zenekarnak is van. Szerintem a kollégák hamarosan beadják az alapot, és akkor arra ilyen romantikusan ki tudunk vonulni. Nem próbáltuk le, de remélem, hogy sikerül. Karácsonyra készülődünk, sok-sok titok vár. A fenyőfánk feldíszítve szokott helyén áll. Zöld ágaink, csodás fények, tánca csillogó. Gyertyafényben vígan táncol a csillagszóró.
karácsony éjjel angyalok szállnak, a szeretet szárnyán majd rád találnak. Karácsony éjjel akárcsak régen, a szeretet ott van a bátrak szívében. Karácsony éjjel angyalok szállnak, a szeretet szárnyán majd rád találnak. Karácsony éjjel akárcsak régen, a szeretet ott van a bátrak szívében. Az erdő szélén titkon arra vár, hogyha eljön a karácsony, szép ruhában áll. Zöld ágain csillog, villog, sok-sok csodás fény, alatta minden ajándék, egy újabb remény. Karácsony éjjel angyalok szállnak, a szeretet szárnyán majd rád találnak. Karácsony éjjel akárcsak régen, a szeretet ott van a bátrak szívében. Karácsony éjjel angyalok szállnak, a szeretet szárnyán majd rád találnak. Karácsony éjjel akárcsak régen, a szeretet ott van a bátrak szívében. Szárnyán majd rád találnak. Karácsony éjjel akárcsak régen, a szeretet ott van a bátrak szívében. Karácsony éjjel angyalok szállnak, a szeretet szárnyán majd rád találnak. Karácsony éjjel akárcsak régen, a szeretet ott van a bátrak szívében. A Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ, röviden a VMKK, nem hagyja a kultúra szerelmeseit unatkozni év végén, no de jövőre sem. Erről beszélgetek vendégemmel, az intézmény vezetőjével, igazgatójával, Mészáros Szilárddal. Szia, Szilárd! Szervusz, köszöntöm a nézőket én is! Advent 1-2-3 harmadik vasárnapja, ez az első, ami szinte így belengi most a levegőt, ugye itt a díszlet is azt mutatja, hogy mi is már hangolódunk a karácsonyra. Adventi műsorotok is, vagy megmozdulásotok is lesz, ez micsoda? Igen, egy nagyszabású adventi koncertet szervezünk holnapra, 19-én szombatra, amikor is Adventi Hangok címmel rendezünk egy koncertet 18 órától. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy az Experience táncegyüttesnek van egy énekzene tagozata, Angyalok Kara néven. Na, ők jönnek, őt látogattak el hozzánk, ők tisztelnek meg bennünket, illetve ez a műsor a Fortissimo zenekarral fog kiegészülni. Tehát ez egy bő másfél órás, nagyon szép adventi hangverseny lesz, erre is várunk szeretettel mindenkit, illetve év végén pedig már ugye kicsit a karácsonyon túl a vidámságra szeretnénk helyezni a hangsúlyt, mert ebben az évben az is kiderült, hogy erre van igény a nyíregyháziak körében. Dől a lé, avagy pénz áll a házhoz, a budapesti vidám színpadot látjuk vendégül. Hát néhány név, ami eszembe jut a főbb szerepek közül, Straub Dezső, Beleznai Endre, Szapó Sipos Barnabás, Nyertes Zsuzsa, Böröcki Tamás, tehát igen neves színészek fognak ellátogatni. Ahogy én beszéltem velük, garantált a nevetés, garantált a vidámság, így is hirdetjük, hogy egy kis vidámság ajándékba például. Ajándéknak is nagyon el tudom képzelni, hogy
valaki szeretne valakit meglepni, és akkor eljön hozzánk, megváltja a jegyet. Jól fogynak egyébként a jegyek, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy hamarosan látogasson el hozzánk. Nagyon, nagyon érdekes információkat mondasz nekem, vagy nekünk. Egyrészt az Expredence-el kapcsolatosan is, hogy ez az angyalok kara, tényleg nem tudtam, hogy van egy ilyen zenei tagozat, de aki az angyalok karát már látta, hallgatta, az mondjuk a Sith-ek karát is megnézheti, hiszen Star Wars, csillagok, háborúja, őrület is van a házatok táján. Így van, ugye biztos sokan tudják, hogy a Krúri Art Mozitis intézményünk működteti az Országzászló téren. Mától premierben játsszuk a Star Wars legújabb alkotását, és biztatok itt is mindenkit, nyugodtan látogasson el hozzánk, mert január 6-ig folyamatosan műsoron van a Csillagok háborúja, a legújabb epizódja. Egyedül a Szenteste és Szilveszterkor nem fogjuk vetíteni, de ide is minden filmrajongót nagy szeretettel várunk. Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan fanatikusok, akik Csubakkának öltözve fognak majd beülni a moziba, biztos. Várjuk őket is. A 2015. december vége felé járunk, tényleg mindjárt itt a karácsony, az év búcsúztató pillanatok. Nagyon fontos volt számotokra ez az év, de vajon miért? Hogyan emlékeztek vissza akár mondjuk 12 hónappal ezelőtti eseményekre? Igen, hát jelentős változás állt be az intézmény életébe. Ugye Agóra lettünk, megújult a Váci Máj Kulturális Központ, tavaly év vége felé költöztünk vissza, és a nagybetűs élet januárban indult egy fantasztikus sikerű Five Doors Show-val. Azóta jóval több mint 100 000 látogatónk volt, körülbelül felmértük, hogy mit szeretnek a nyíregyháziak, mire van igény, például azért csináljuk évvégén ezt a kabarét, operett előadásaink voltak, színházi előadásaink, komoly zenei koncertjeink, rockzenei koncertek, könnyű zenei koncertek, rengeteg kiállítás, most is többet meg lehet tekinteni. Azt is tudom ajánlani, hogy egy karácsonyi kiállítás és várassár van jelen pillanatban is nálunk a Merops alapítvány jóvoltából, ahol azért több millió forintos képeket lehet megtekinteni, illetve akár aki úgy gondolja megvásárolni. És hát ugye én úgy gondolom, hogy nagy sikerrel zajlott az életünkben ez a 2014-es év. 15-ös? Hát, bocsánat, 15-ös, és ezt szeretnénk folytatni 2016-ban. Például a Duma Színház nem volt nálunk, eljöttek, ők is úgy megszerették, hogy most már úgy néz ki, hogy folyamatosan ők is nálunk jönnek és várják a látogatókat. De még egy kicsit visszatérve a mozihoz, ott is ugye pályáztunk a várossal erre a digitális gépre, ezért tudjuk például vetíteni a Csillagok háborúját is. Elmondhatom, hogy egy év alatt körülbelül meg 4-szereződött a látogatóink száma, és a városban is visszahallom, hogy nagyon tetszik a Krúdi mozi, nagyon kényelmes, nagyon jó technikájú, és nagyon alacsony árral dolgozunk. A kultúra otthon, a székhelye mondhatni, akkor a Váci Mihály Kulturális Központ és tagintézményei, különböző színhelyei. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, legyen 2016 még szerencsésebb és sikerekben gazdagabb év a VMKK számára. A nézőknek üzenem, nem sokára jövünk vissza. Mi kell, mi kell, mi kell.